Üdvözlöm a kedves nézőket, a mai vendégem Vaják Jutka, üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm. Jutka megengedte, hogy tegeződjük, úgyhogy így fog folytatódni tovább az interjú. Mit szóltál ehhez a felkéréshez? Hát először meglepődtem, de miután a fiamon keresztül kerested meg a kapcsolatot, fiam azt mondta, hogy hát anya, hát te is voltál fiatal, úgyhogy ellenállhatatlan volt a kérésed, és hát én szívesen ülök itt neked, hogy hát ha tudok válaszolni is a kérdéseidre. Egyébként kislánykorodban szerettél szerepelni? Nem. Nem? Nem. Akkor hogy jött a televízióhoz? Ide figyelj, én szerepelni egyébként sem szerettem, nem szeretek, hanem az egy más dolog. Szerepelni általában színészek szerepelnek. Mi riporterek vagyunk. De te táncos nőnek készültél, ha jól tudom. A Brada tánciskolában tanultam, na hát akkor már nagyon szerettem, és az volt a vágyam és az álmom, hogy én balerina leszek, és hát jó sovány is voltam, ugye szüleim egyáltalán nem örültek ennek, a kis csontkollekciós lányuknak, és az operaházban jelentkeztünk felvételre, és hát sikerült, csak bejött egy baj, a skarlát. Vége lett a én álmomnak. És akkor elkezdted a tanárképzőt, és be is fejezted. Úgy tudom, hogy tanárként is működtél egy ideig. Felsőfokú tanítóképzőt, igen. Én amikor végeztem, a Hernád utcai általános iskolába kerültem, de akkor úgy adódott, hogy végül is nem alsó tagozatosokat tanítottam, hanem történelmet és magyart hetedikeseknek, és az ötödik osztályt, a legnehezebbet kaptam meg osztályfőnöknek. Na most ez borzasztó rövid ideig tartott, mert ugyan az igazgató nagyon örült annak, hogy én közben külsőzöm már a televíziónak, azt mondta, hogy ebből profitálni fog az iskola, de a tantestület ezt nem vette jó néven. Na most én úgy éreztem, amikor választás elé állított a tantestület, hogy vagy tévé, vagy suli, gondolkodtam, és azt mondtam, hogy akkor a tévé. Egyébként otthon volt tévétek? Tehát nézted a tévét? Hát a Munkácsi annak idején, igen. És akkor hogyan csöppentél bele ebbe az egészbe? A tévézésbe? Igen. Úgy, hogy a férjem, aki Vajek Róbert volt, hát szegény már meghalt, az rádióriporter volt. És mindig úgy éreztem, hogy elmentem szívesen vele, és egyszer csak őt felkérte a televízió ifjúsági osztálya, hogy készítsen, mert ő a fiataloknak készítette úttörő híradó, Harsanak Ürcó, és felkérték őt, hogy egy ifjúsági riportot készítsen a televíziónak, és én elmentem vele, de ő neki nem volt ideje, és azt mondta, hogy hát maradj itt a vágószobában is, amit tulajdonképpen jónak látsz, akkor azt csináljátok meg együtt a vágónővel. Na hát ez volt a premier. Na és akkor éreztem, hogy nekem valahol ott kell keresni a jövőmet. Volt példaképet például? Én nekem a televíziózás személyekkel együtt úgy, ahogy volt unblock, hát akkoriban volt a Molnár Margit, ugye hát az volt a mai néven úgy neveznék, hogy a sztár, ugye aki mindenütt ott volt, és ügyes is volt a Margitka, és hát a Balogh Mari, akit mai napig szeretek, imádok, tisztelek. Hát nem hogy példakép, hanem sokat tanultunk, tudod, tanultunk egymástól. Nektek igazán jó dolgotok van, ha ezt annak lehet nevezni, hogy egyetem, médiaszak. Hát hol volt? Nem volt nekünk ilyen, minket az élet tanított meg, meg egymástól tanultunk meg a Matusz Rózsikától, Matusz ugye, a főnöknőnktől, majd később az Acél Bandi, mint szerkesztő. Tehát az élet tanított meg bennünket igazán a kudarcainkkal és az örömeinkkel és a sikereinkkel együtt. Mondhatjuk azt, hogy Matusz Józsefné volt az, aki meglátta benned a riportert? Valószínű, hogy így volt, mert azért én 2 évig külsőztem, szerintem azt se tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok. A Pásztor Ferenc és a Bokodi Béla voltak a nagyok, a nagy riporterek a híradóban, és hát egyszer csak bekopogtattam, hogy én nagyon szeretnék itt dolgozni, ha lehet. Hát hozzál témát. És hoztam, akkor a Városligetben indult a téli szezon a műjégpályán, és egy végtelen aranyos operatőr, Sober Robert, akinek meg kell említenem a nevét, már sajnos ő sem él, az gardírozott.
És tulajdonképpen én már előtte egyébként nem voltam annyira tudatlan, mert hát dokumentumfilmeket készítettem meg, a hobbi sorozatot, szóval volt egy kis előéletem a televízióban, de híradó az nem volt. Ott kint majdnem elvágottam a jégen, a Sober Robi ragyogóan meg is csinálta a riportot, én meg csak álltam, néztem, bámultam, hogy itt most mi van, a gyerekek, emberek majd elsodortak, mert ugye ott álltam a jégpályán. És a Robival együtt fölmentünk a vágószobába, és akkor a Robi elmagyarázta, hogy most mi következik, írd meg szépen a szöveget, és akkor majd megpróbáljuk. Hát akkor még ugye vágás volt, filmvágás, ott lógtak a filmszalagok, és akkor, hát ez volt a kezdet. Bolza Árpáddal mikor találkoztál először? A Bolza Árpáddal a kezdete az egy szédületes volt. Ugye nekem azt mondták, hát, hogy a Bolza Árpádot én nem láttam, mert pont a focisták, a híradó focistái, mit tudom én, valami sérülést okoztak neki, és akkor nálunk diszpozíciók voltak, nem tudom, hogy most hogy van, tehát a diszpó, amin rajta volt a operatőr, illetve hát a riport címe, az operatőr neve, a szerkesztő, és így tovább, és én mondjam. Csak azt érzem, mondjuk el, hogy alkotó társad és az életben is a párod, ugye Bolza Árpádról beszélünk, operatőr. Igen. Hát nekem azt mondták, hogy a ház előtt vár majd a stáb. Hát nekem a ház, nem tudom neked mi jutna eszedbe, hol lakom. Na most én ott szépen szobroztam hajnal 6 óra 30 perckor, és vártam a stábot, és már 7 óra volt, és sehol senki. És akkor megdöbbentem, te jó Isten, hát be kéne mennem a televízióba, mert nyilván történt valami, és akkor kérdeztem a portásoktól, hogy hol vannak, mert ez ilyen galambreptetési riport volt, és akkor azt mondták, hogy rég elment a stáb, fölhívtam őket telefonon, és a gyártásvezető, illetve a felvételvezető jött oda, és mondta, hogy a Bolza Árpi nem jön, mert éppen forgat. Bolza Árpi megjelent a kész riporttal, láttam rajta, hogy borzasztó mérges, hogy egy ilyen kis senki, mint én még el is késik. Hát ugye én azt nem tudtam, hogy a ház az a Szabadságtér 17. Úgyhogy hát így indult a dolog, hogy azt hitte, hogy egy ilyen nem tudom, késik még az első riporton, szóval nem volt nagyon kedves hozzám, de tisztességgel ő is leírta a snitch sorrendet, mindent, odaadta a kezembe, és adjő. Úgyhogy ez volt a kezdet. Azután, amikor a tévéhíradónak volt egy magazinműsora is, a Matusz Rózsika nyilván akart örömet szerezni mindenkinek, meg is történt, és mi a Virágvasárnapot forgattuk, és akkor azt mondta az Árpád, hogy na üljünk le szépen, és csináljunk egy forgatókönyvet erről, és akkor szépen megtanított, vagy egy 10 perces riportnál milyen forgatókönyvet kell készíteni. Ez megtörtént, és akkor valami történt közöttünk, hogy úgy éreztem, hogy ez tanít, ez egy tisztességes, nem egy ilyen pasas. Na, így. És aztán azután olyan 30 évet, a pontosan az Árpi tudja, de együtt dolgoztunk, és ezek nagyon szép évek voltak. Hogy fogadtak téged, mint nő, akinek ugye előképzettsége nincsen, de mégis itt vagyok. A híradóban? Igen, szeretnék riporterkedni. Ezt hogy fogadták? Jó a kérdés. Hát ugye, nézd, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy mit keres ez itt? Hát honnan jött? Mint hogyha más nem tud a bolygóról, vagy honnan, hát nem az egyetemről jöttünk, hát mondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok. Szóval voltak, akik kajánul, magyarul kinevettek, kirögtek, aztán voltak, akik rossz szemmel is, azért a többség azért az nem. Befogadtak, és az nagyon jó volt, mert ez a két ember, akiről beszélek, a Vokodi meg a Pásztor Feri, azok végtelenül atyáskodtak, és örültek annak, hogy van egy fiatal nő, akiben buzog a munkakedv, és szereti csinálni, nyilvánvaló. Fiatal anyuka voltál, amikor ugye a híradóhoz kerültél. Na, hogy sikerült összeegyeztetni a munkát és az anyaságot? Hát most olyat kérdeztél, amire az a válaszom, hogy hát nehezen, és a lelkiismeret furdalás utólag azért, szerintem életem végéig, ha már levonjam a szemem, akkor is így fogom érezni, bár az én fiam, lányom ezt nem így mondta, de ők szerintem a szeretetből
akarják ezt azért egy kicsit elmismásolni. Nézd, rengeteget dolgoztunk, nagyon sokat vidéken, és nagyon sokat külföldön. Nem voltam az az anyuka, aki mindig otthon volt, és tényleg neveli a gyerekeit, de azért azt el kell mondanom, hogy azért én becsületesen helytálltam, mint anyuka, sőt a Szegvári Kati mai napig azt mondja, hogy én egy tyúkanyó vagyok, én ezt megtisztelőnek érzem, és hát ám legyen. Ha a 60-as évekre gondolunk, akkor mai szemmel nagyon nehéz elképzelni ugye a technika és mindenféle fejlesztés, hogy akkoriban hogyan készült el egy riport? Tehát, a 60-as években? Igen, tehát hogy ez nagyon más lehet. Hát elsősorban az operatőröknek volt nehéz, mert azt a nagy kamerát ugye cipelni kellett, mert azért annak volt súlya. Főleg hát a film miatt az egy nagy gép volt. Hát a képen látható lesz, hogy ilyen 11 kilós magnót cipelek, ha ketten voltunk a vállamon. Tehát, és a vágószobában pedig, hát ugye meg kellett várni a laboratóriumban, amikor megérkeztünk riportról, akkor a laborba ment, leadta az operatőr az anyagot, az körülbelül egy óra múlva került ki, és akkor a vágószobában volt egy ilyen nagy akasztó léc, és akkor ugye szét lett szedve, és akkor az operatőrök szépen ottan árgus szemmel figyelték, és lógtak a snitek. És akkor a vágónő, a mi kérésünkre, meg az operatőr, tehát mi mindig kettesével dolgoztunk általában az Árpival, hát volt azért más operatőr is az életemben, a munkám során, hát akkor összeraktuk, tehát megvágtuk a mozit, a filmet. És ki osztotta ki ezeket a témákat nektek? Témákat azt általában mi a riporterek hoztuk, tehát azért nagy utánjárás, kapcsolatteremtés, MT, tehát azért az egy nagyon, hogy mondjam, bonyolult feladat volt a jó riportot megtalálni, a jó témát. Nézőkkel való kontaktus is nagyon sokat segített. Már az utóbbi időben, amikor már az első olyan riportunk volt, ami azért visszhangot váltott ki, akkor volt a bizalom a nézők részéről. Na most a döntés az mindig a főszerkesztőjé volt, hiszen a szerdai nap volt a diszpók napja, amikor oda kerültek a szerkesztők, tehát a helyettes és tehát a vezetőség elé a riportok, és akkor ők aszerint, hogy mi tetszett, mi nem, aszerint döntöttek, és amikor már aláírták a diszpot, akkor bekerült a gyártásra, és akkor onnan már oda került ugye az operatőrhöz, meg vissza nekem, mert nekünk. Mennyire számított neked az, hogy mennyire tudsz kötődni egy témához, vagy mondjuk az, hogy mennyire érzed azt, hogy ez mondjuk a nézőket érdekelni? Hát nézd, én mindig ezt bátran mondhatom neked, én mindig a néző szemével, tehát az emberek, most mindegy, hogy néző, tehát az emberek szemével néztem a dolgokat, hogy ők mit szólnának hozzá. És azt én voltam a szűrő, hogy vajon ez így igaz-e, jó-e. Na most előbb akartam neked mondani, amikor az ügyeletes riportot kaptuk, akkor azt mindig az aznapi montás szerkesztő, aki szerkesztette az egész híradót, az adta ki. És kaptunk egy témát, hogy azt mondja, május 1-e, szabad, nem is, hogy szabad, várjál, ez egy kis türelmet kérek, tehát kommunista szombat a Lemfonóba szombaton. És hogy ezt önként vállalták a nők, menjünk ki. Hát gondoltam, hogy persze, hát kimegyünk. Na most én nem kezdtem úgy soha egy riportot, hogy ne érdeklődjek előtte, mielőtt az Árpi egyáltalán egy centit is forgatott volna. És hát én is ugye asszony vagyok, anya vagyok, szombat. Hát mondom, és ezt tényleg valóban önként vállalták az asszonyok. És ugye elkezdtem beszélgetni velük. Na hát amit azok mondtak, az ugye nem kívánkozna sehova, se irodalomba, se tévébe. És akkor fölhívtam a montásszerkesztőt, aki egyébként egy nagyon-nagyon szigorú, de fantasztikus rendes ember volt. És mondtam neki, hogy ez az egész úgy, ahogy van, nem stimmel. Ez hazugság. Itt nem önkéntességről van szó, hanem rájuk parancsoltak. És tudod, mit mondott a montásszerkesztő, aki egyébként elkötelezett volt a rendszer mellett, hogy forduljatok sarkon, és gyöljetek haza riport nélkül. Szóval a politikai protokoll riportokra, hála Istennek, nem küldtek, nem is kívántam. És amikor kénytelenek voltak elküldeni, mert volt ilyen, hát a Komocsin ügy, az
Szóval... Igen, ezt kellek, hogy bővebben fejtsd ki. Igen. Hát elmondom nyugodtan, a Komocsintól mindenki félt. Augusztus 20-án a Fehérházból, illetve hát ugye azt tudjátok, hogy a MSZNP székház, Dunapart, megkapták a szerkesztőségek, hogy ki, hol és mit fog mondani, és egy-egy perces tudósítást a május 1-i, illetve augusztus 20-i híradóba lemegy. És hát én, mivel nem voltunk elegen erre a sok-sok nagy gyűlésre, hát kénytelenek voltak Komocsint nekem adni, Szeged. Hát én tudtam azt, mindenki jót nevetett magában, hogy na végre a Vajek is elmegy egy ilyen riportra, nem csak ők. És akkor mondták, hogy hát a Komocsin az föltűri az ingóját, jól megfogja erősen a pulpitust, és kiabál a nagygyűlés részvevőinek, és a előre megkaptuk a Fehérházból, tehát az MSZNP székházból, hogy ki mit vegyünk föl az ő szövegéből, amit nyilván előre megírtak, vagy ő megírta, mit tudom én. Hát mondom, akkor mi mikrofon állványnak megyek ki, ami olyan nagyon nem fontos szerep. Na kérlek szépen, oda mentünk, megérkeztünk, és én oda merészkedtem, odaálltam, ahova tudtuk, hogy megérkezik Komocsin elvtárs, és mondtam az ottaniaknak, hogy föl szeretnénk menni majd, mert beszélni szeretnénk vele. Elvtársnő, erről szó nem lehet, ez nem létezik, ez hogy képzeli el. Hát mondom, ez nem kell nagy képzelő erő, egyszerűen beszélgetni szeretnék vele a riportról. És miközben ott elkezdtek, ugye el akartak hajtani bennünket az Árpival, megérkezett Komocsin elvtárs. És mi baj van? Hát mondom, nem akarnak magához felengedni, holott kellene egymással azért szót váltani. Na jöjjön. Fölmentünk, és akkor én elmondtam neki teljesen normálisan, hogy nem jó az, ha a televízió híradóba föltűrt ingújjal úgy adja elő, mint hogyha a nagygyűlésen, mert a nagygyűlésről szól a riport. Hát ön el tudja a külpolitikai helyzetet mondani. Jó. És ez meg is történt, elmondta. Nagyon jól sikerült. Nem a leírt szöveget, hanem lent, nem feltűrt ingújjal, hanem nagyon normális módon. Mire hazaértünk, természetesen feljelentés megvolt, ott volt a Fehérházból egy tömeg, a főnököm is ott volt. Matóz József? Nem ő volt akkor benn. Gutaütés kerülgette őket, mindenkit, rajtam kívül. És akkor elkezdtek velem kiabálni, és én azt mondtam, hogy ne ordítozzanak, ne kiabáljanak, nézzék meg előbb a vágószobába, ha följön a riport, és hogyha nem jót csináltunk, akkor rúgjanak ki. Nem rúgtak ki. És végül lement a koradásban? Persze, lement. Persze, és 3 percben, nem 1 percben. Matóz Józsefnél szeretnék egy kicsit visszatérni vele. Milyen volt a munkakapcsolat, ugye az elejétől kezdve? Vele? Hát nézd, ő egy borzasztó, szigorú ember volt, de az anyánk volt. Anyánk volt, mert ő amennyit például én miattam kapott káttelefonba, és mindig megvédett, jó, utána aztán engem lehordott a sárga földig. Ővele lehetett vitatkozni. Mi tőlünk hangos volt sokszor a folyosó, de hogy mondjam, rengeteget tanultam tőle. Szóval ő egy jó főnök volt. Igen, hát ő úgy is nyilatkozott rólad egyszer, hogy Isten ostora, és hogy ti vagytok a szelep Árpáddal, akik levezetik a nézők indulatait. Te erről mit gondolsz? Te ezt akkor érezted egyébként? Ezt, hogy én szelep vagyok? Igen. Hát azt nem éreztem, azt éreztem, hogyha valahol látom, hogy nem stimmelnek a dolgok, azt megcsináltuk. De mondjuk az utcán, amikor mentél, akkor gratuláltak? Nézd, én egy megosztó személyiség voltam. Voltak, akik nyilván utáltak, és voltak, akik szerettek. Na most, hogy melyik csoport volt, melyikből volt a több, azt én nem tudom. Én ezt éreztem azért a nézőknek a szeretetét, a tiszteletét. Tehát igazádiból nem találkoztam olyanokkal, akik mondjuk bántani akartak volna, pedig biztos volt ilyen. Volt például, amikor már nem is voltam tévés, és szerettem volna egy árnyékolót beszerezni, és jelentkeztem, hogy szeretnék, és akkor az volt a válasz, hogy a Vajek Jutkának nem, hát ez nyilván nem ölelt volna a kebrére. Hát ezt fel kellett vállalni. Én kis gyerekkoromban, tehát kis iskolás koromban is nem szerettem a mellébeszélést. Szóval én mindig valahol kerestem az igazságot. Hát mondjuk az sem mindig egyértelmű, ezt én tudom, de
Hát az egy képtelen helyzet volt például, hogy a minőségi cipőgyárban millió számra készítették a Szovjetuniónak a cipőket úgy, ahogy olyanok voltak. És hallott, fölhívtak telefonon onnan, hogy miközben a vezérigazgatót magas kitüntetéssel akarták megtisztelni ugye, a parlamentben, hogy hát sorra jönnek vissza a reklamációk, és a szovjetek se fogadnak el már mindent. És hát én megpróbáltam bejutni a vezérigazgatóhoz, természetesen, mint ahogy manapság is divat, nem lehetett utolérni, ez nagyon ritkán fordult elő nálunk, és akkor mit ad Isten, mellettünk volt egy üres szék, és akkor én a kis kommentáromban elmeséltem a sztorit, és az, hogy itt kellene, hogy legyen a vezérigazgató, de nincs itt. De nem is kapta meg a kitüntetést. Tehát akkor a politika durván belenyúlt ezekbe a riportokba, úgy érzed? De most a durván belenyúlt az nem úgy, hogy a politika a mai értelemben véve, mert főleg mi gazdasági riportokat készítettünk elsősorban. Na most, hogy belenyúlt. Na, akkor a legérdekesebb példa, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, ha nem, akkor bocsánat, hogy Miskolcon a távfűtésben 40 ezer lakásban hideg volt, nem volt fűtés, és mi ezt megcsináltuk. És akkor Kádár elvtárs személyesen megtisztelte a televíziót, persze a szóvivőin keresztül, hogy a Vajek Jutka ne ezekről beszéljen, hanem az eredményekről. Na most ez már egy kicsit érintette a politikát, és ugye ez volt az ennye-bennye, itt még nem volt szó komolyabb büntetésről, csak hát ezért nem. Komolyabb büntetéseim voltak, amikor OMÉK, ez az országos mezőgazdasági kiállítás, na most amit nem szabad csinálni egy híradósnak. Elmentem 2 hétre szabadságra, tanyára. Azt mondtam, hogy se tévé, se rádió, se újság. Hazaértem, hát mondták, hogy ugye ki vagyok pihenve, 2 hét után ügyelet. És megkaptuk az OMÉK diszpót, azt nem én írtam, kaptam. Hát és azon az volt, hogy Kádár elvtárs kilátogat az OMÉK-re. Hát mondom, akkor biztos őt kell fotografálni. Úgyhogy kimentünk, és nagyon-nagyon sietni kellett vissza adásra, és akkor én maradtam egy asztalkánál, és szedtem össze az anyagot, tehát az információt, és az Árpit meg elküldtem, hogy ő megcsinálja meg a protokolláris részt, hiszen mentek ugye jobbra meg balra. Hazaértük, akkor már montírozás volt, az már egy másik szakasza a híradózásnak, mert akkor már nem nyisz-nyisz. És akkor én bementem a montírozóba, és én csak a Kádár elvtársat kerestem. És miután kevés volt az idő, intettem, hogy ez marad, az nem. És lement az adás úgy, hogy csak Kádár elvtárs volt, Losonczy elvtárs sehol. Na most akkor volt a lengyel cirkusz, és na ebből nagy botrány volt, hogy a Vajek Jutka biztos direkt hagyta ki a Losonczy Pált, és maradtak át. A Vajek Jutka nem, a Vajek Jutka nagyon felkészületlen volt, ugye, a 2 hét pihenés, és a sietségben ez történt, na akkor az volt a szerencse, hogy a Burza Árpi mindig túlforgatott, ez sok pénzébe is került, ő neki minden megvolt, és a hétbe lement Losonczy elvtárs is. Hogyan lehetett annó összeegyeztetni a szakmaiságot a cenzúrának való megfeleléssel? De én ezt soha nem mérlegeltem. Lehet, hogy ez volt vagy a hibám, vagy az erényem. Ezért vágtak meg mindig utólag? Nem mérlegeltem, hogy most cenzúrázzák, nem cenzúrázzák. Én megcsináltam a riportokat, és a riportok zöme, hát most kihúzom magam, de lement. Szóval az a helyzet, hogy például, amikor tudta mindenki, hogy Fehérváron a párt első titkára az nagyon-nagyon komoly pozíció és komoly ember, de amikor robbantak a videóton televíziók, azt mi megcsináltuk. Na hát persze, hogy botrány volt, de lement az anyag. Hát, élvezted ezeket a botrányokat egyébként? Hát élveztem. Mondjuk nem voltak élvezetesek, de azért lehetett vitatkozni. És nem rúgtak ki egyszer se. Kaptam, hát azért másokat kaptam ennyi, viszont meg kell, hogy mondjam, hogy viszont nagyon... Most, hogy keresgéltem a fényképeket, te komolyan mondom, ez egy érdekes dolog, egyszer csak rám zuhant egy sok minden, és kiderült, hogy ott vannak a nívódiak
telibe, hát sok nívódíjat kaptunk, hogy hagyd dicsekedjek. Igen, mondjuk erre csatolnék, tehát mondjuk a visszavont, ugye a SZOTTI-t, ugye azt visszavonták utol, mert nem voltál szakszervezeti ja, tag. Ja, igen, igen, szegény Árpi ártatlan volt, és 10 000 forintja ugrott. Meg Matúz Rózsika is ki volt akadva, úgy tudom. Az tökéletesen, hát akkor aztán volt ordítozás. Tudnék, én merészkedtem azt mondani, hogy hát mi az, hogy nem vagyok szakszervezeti tag, és ezt hogy képzeltem el, amikor a híradó végre egyszer kap egy SZOTTI-díjat. Hát és akkor azt bátorkodtam mondani, hogy én egy gitegyletben nem lépek be. Hát gondoltad, hogy volt cirkusz. Volt olyan téma, amit mondjuk te felvetettél, és azt mondták, hogy nem, ezt nem szeretnénk, hogyha feldolgoznád? Ki voltak írva a szentehenek, ez így volt egy tacepaon, hogy a szenteheneket nem bántjuk. Nem, te, én mikor ugye mondtad, hogy megtiszteltél az, hogy én legyek ugye a te vizsga anyagod, na gondoltam, te jó Isten, de nem, szóval nem volt olyan, nem. Utána kaptam ki hideget meg meleget, olyan sokszor volt, de ugyanakkor voltak dicséretek is. Jó műhely volt a híradó. Minden héten volt értékelés. Volt a semmi, az elismerés és a dicséret meg a kiváló. Ezt mindig ki volt jelölve egy értékelő, akinek viszont egész hetet végig kellett néznie. És jegyzetelni, és elmondani a véleményét, és akkor utána jött az értékelés. Ez nagyon jó volt. Mi egymástól is nagyon sokat tanultunk, volt vita, volt veszekedés, volt öröm, és tehát szép idők voltak, izgalmas, érdekes évek. Kívánom nektek szívemből. A külföldi forgatásokról egy kicsit beszéljünk. Ezek hogy zajlottak? Tehát? Külföldiek? Uh-huh. Hát itt volt például az Irak. Egy ilyen hungarokamionos túrán voltunk, hát megnéztük, hogy egy kamionos mindenen megy keresztül, ezt kísértük végig. Van is erről egy kép a törökországi utunkról. Kérlek szépen, az Árpi fotografált városképeket, mert több riportot csináltunk, most én nem foglak téged ezzel mutatni, több riport ment, és többek között az egyik hídon az Árpi megcsinált egy aranyos képet, hogy egy szamarat visz egy pasas. Ott sétálnak, ugye, lepetkésben. Ez az iraki tudósításokos? Tessék? Iraki tudósításokos riportban volt? Igen, Bagdadból. Na hát ez nagyon nem tetszett a nagykövetségnek, hogy hát ez nem arról szól Bagdad, hogy ott szamarakat visznek az utcán, a városban. És egyszer csak pár hét múlva hívtak minket az elnökségbe. Hát ugye, mikor elnökségben nagyon ritkán hívtak az elnökhöz, hát gondoltuk, hogy ez balhé, hát nem lehet más. De nem balhé volt, hanem ők maguk is csodálkoztak, szerintem az egész vezetőség, hogy minket, kettőnket meghívtak Bagdadba, hogy forgassunk, hogy bemutatják, hogy az milyen. Na most ez meg is történt, bezártak bennünket, az világ összes jelentős tévétársasága ott volt, egy ottani, mint az MTI, ugye a Magyar Távirati Iroda, de ez az ottani távirati iroda, hogy majd Al-Bakr elnök nagy bejelentést tesz, de hogy mit, azt senki nem tudta, de tudták, hogy valami nagy dolog. Na most egyszer csak kiloptak bennünket, mert minket Pestről kísértek, és egyszer csak azt hallottuk, hogy autók, puskaropogás, emberek őrjöngenek az utcán. Árpit beültették az egyik kocsiba, mondták, hogy forgathat, engem a Magnummal a másik kocsiba, és a Szabadság térre hajtottunk, ahol tűt nem lehetett ledobni, annyi volt az ember. Tömeg, de rettenetes tömeg. Na most én egy pillanat alatt elvesztettem az Árpádot, közben megtudtuk, hogy ez a nagy hajci azért van, mert államosították az olaj. Igen, olajkutakat, és ez volt a nagy hír. Na most hát... Te ott nőként egyedül? Hát kísértek, de elkezdték borítani a kocsit, mert azt hitték, hogy angol vagyok, hát megvédtek, mindegy, én meg már sírva fakadtam, hogy hol van az Árpád, végül Árpád megvolt. A lényeg az, hogy megcsináltok a riportot. Árpádnak rengeteg pénzt kínáltak a külföldiek, mert őket nem engedték ki, nem is csinálhattak riportot, aztán csak nyilván Al-Bakrul szövegét elmondták, adjő. Kaptunk külön repülőgépet. Az anyagot hazaküldtük. Hát akkor ugye nem volt fax, hanem telexen küldtük az anyagot haza. Én megdicsülve, hogy micsoda klassz riportot csináltunk, és remek, és teljesen abban a hitben voltam, hogy ez mire hazamegyünk,
lemegy. Kaptunk is nívódiat az iraki riportokért, és egyszer csak, ugye műsorvezető voltam 2 hét vagy 3 hét után, és Gedeon bácsi volt a külpolitikus műsorvezető, én a Bell. Nyakamba ugrik, soha nem történt ilyen, hogy drága Jutka, hogy milyen nagyszerű, valamelyik nap ment ez 3 hét után, akkor ment le 3 hét múlva, hiába ment repülőgéppel az anyag, akkor ment adásba. Ugyanis sehol nem volt, a Szovjetunió sem adott semmit róla. Ezek nem hittek a szemüknek, amikor a vágószobában ezt mind látták, tehát a mi anyagunk megvolt, csak nem lehetett leadni. Csak ez mennyire dühített téged így? Nagyon. Na, akkor azt hittem, hogy infarktuszt kapok. Ez az nagyon egyedi lett volna. Ez szörnyű volt. Hát te, kihajszolunk repülőt, megcsinálunk mindent, megdicsőlünk, és semmi. Csak akkor még ugye meg kellett válni, hogy a Szovjetunió leokézza. Igen. Hogy... ha ők leadták, azután ment a miénk. De akkor végül lement. Hát, na de milyen késéssel. Matúz Józsefné 86-os leváltása téged hogy érintett? Kérlek szépen, én azért nem sírattam meg a Rózsikát szó szerint. Egyrészt, mert idős is volt. 2, mert ő nagyon elegánsan, szépen adta át a helyét a bandinak, az acélbandinak. És ezt nekünk olyan emberien, olyan nagyon szépen adta el, hogy most ez következik, és ez nektek nagyon jó lesz, mert ez egy olyan ember, aki okos, aki világot látott, aki már mai, modern. A Rózsika előtt most, ha itt lenne, kalapom le. Szóval olyan tisztességgel, olyan szépen adta át a helyét, és ő nagyon jól tudta, hogy őt nagyon megbecsülték külföldön is, amikor bárholva elment, azért őt tudták, hogy ő a Matuzné. Ugye Acél Endrével jött egy nagy újítás. Igen. Vele a közös munka? Hogy indult? Nézd, a Bandi az egy fantasztikus ember volt, de nem igazán szeretett engem, mert ő azt gondolta, hogy én, szóval ő nagyon szubjektív vezető volt. Ő azt gondolta, hogy a Matuznénak én a kiemelt kedvence voltam. Na most nem voltam én kiemelt kedvence, de én nem befolyásoltam, és én soha nem kezdtem el magyarázkodni. Én tudomásul vettem, hogy a Bandinak más az ízlése, én akkor már nem is voltam műsorvezető, ezt megmondom őszintén, nem is nagyon bántam, mert én inkább riportokat szerettem készíteni, de viszont remek híradókat csinált, és ennek egyik munkatársa én voltam, és nem akadályozott, tehát ő örült annak, ami esetleg jó riportot csináltunk. Jó volt a Bandi. Azt érezted akkor 86-ban, hogy Acél Endrével frissebb, szabadabb lett igen, a híradó? Igen, egy, igaza volt a Rózsikának. Egy frissebb, egy nagyon, hogy mondjam, hogy érzékelt, szóval egy nagyon nyugatias, jó híradókat csinált. Nagyon örültem, hogy a Bajeriszus, akit nagyon szeretek mind a mai napig, én annyiszor mondtam, hogy alkalmasabb lenne, mint én műsorvezetőnek, nem tudom, mi volt az akadálya, hogy nem lehetett. És jók voltak a híradók, jók. Sándor Pista volt a helyettese. Ha jót csináltunk, akkor ők örültek neki, szóval nem akadályoztak meg egyáltalán. Én szeretem a megújulást, szóval igen. én szeretem. Szóval most is szeretném. Utána ugye Pálffy G. István lett az új felhőszerkesztő, főszerkesztő a híradóban. Vele hogy indult a munka? Sehogy. 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 Egyáltalán ott kezdődött a dolog, hogy megdöbbentő volt, ahogy annak idején a Nemeskürti kirúgta a Bandit. Még délután vagy délelőtt azt gondoltuk, hogy mert úgy volt, hogy a Bandi marad, és folytatja a munkát. És összehívták az egész híradóstábot, tehát mindenkit a nagyterembe, és hát ugye a Nemeskürti, akinek a könyvét imádtam, nagyon tényleg, szóval nagyszerű volt, hát akkor ő volt, akkor kinevezett elnök, és akkor mondta, hogy elbúcsúzik a Acél Endre, és átveszi Pálffy G. a híradó vezetését, főszerkesztését. És akkor az egyik kollégám fölállt, és megkérdezte, hogy de miért? Föl volt háborodban, mert döbbent csend. És erre Nemeskürti úr
Azt mondta, hogy csak, és elvonult, ott hagyott bennünket. Na most ez nekem nagyon nem tetszett, olyannyira, hogy fizikailag is rosszul lettem, mert ez így nem stimmel, ez nem jó. Na most ugye, ahogy szokott lenni, az nagyon csúnya, hogy néhányan, akik még csak nem is mondhatnám tehetséges embernek, rögtön elájultak és boldogan ott tüsténkedtek a új főnök előtt. Hát én egy kicsit szó szerint rosszul lettem, pedig én nem voltam a bandi kedvence, csak ezt az embertelen módszert meg, ezt soha nem vette be a gyomrom. Na a lényeg az, hogy hát egy darabig bírtuk, nem sokáig, és képzeld el, hogy megcsináltunk egy riportot, átvették a riportot, hazamegyek, és teljesen megváltozott, átvágták, és ez nem egyszer fordult elő, na most ilyet nem. Ahhoz joga van, mert az a dolga egy főnöknek, egy montásszerkesztőnek, hogy bírálja meg, ha nem tetszik, mondja meg, hogy ez nem kell. De az, hogy átveszik mosolyogva, és hazamegyek, és nem ismerek a riportomra, ez, hát ezt ítéld meg te is. Biztos ugyanazt gondolod, amit én. Na most a lényeg az, hogy ez nagyon-nagyon rövid ideig tartott ez nekem. Érlelődött bennem az, hogy ez nem nekem való. Így szerettem volna visszacsatolni, te már 90-ben írtál egy cikket a Miért címmel a Népszabadságba. Tényleg? És idézném, naivan hittem, hogy a rendszerváltás higgadt, objektív, valósághű, problémaérzékeny híradózást tesz lehetővé. És itt bíráltad ugye Hank is elemér. Igen. És a vezetőséget. Ennek milyen visszhangja volt, hiszen akkor még a híradóban dolgoztál? Hát nézd, akik úgy érezték, hogy ez a rendszer, ez a fajta rendszerváltás, ez jó, hát annak, aznak biztos, hogy nem tetszett. Nem a tetszés, nem tetszés, de gyakorlatilag egyet lehetett ezzel érteni, mert az a módszer, tudod, ahogy én azt mondtam magamba, és ma is vállalom, hogy az Antalt elsősorban az akkori híradó sikerült, hogy megbuktassa, mert annyira alányalt, már bocsánat ezért a vulgáris kifejezésért, vágjátok ki, hogy ez tulajdonképpen, ez nem jó. Hát nem, szóval ez abszolút nem jó. És hogy Antalra visszatérjek, egy rádiós kollégát, Pál Figé behívott montásszerkesztőnek, mert nyilván szükség volt rá, az pedig nem tudta, hogy Isten ments Vajek Jutkát bárhova elküldeni olyan helyre, pláne parlamentbe. És mondta, hogy miután más nem volt akkor ott, hogy ki kell menni, Antal József fogadni fogja a, mit tudom én, valamilyen főnököt. Sajnos gondolkodtam rajta, és elnézést nem jut eszembe, de valami nagy főnök, aki magyar és Erdélyben volt, nem a Soros, szóval nem tudom. A lényeg az, hogy megérkeztünk, és ez olyan 3 óra felé volt, és köztudott volt, hogy Antal, ha elkezd beszélni, az borzasztó hosszú, az vághatatlan. Na most, ugye nyitva volt a miniszterelnöki titkárság ajtaja, és a következőt hallom. Ja, és a montásszerkesztő azt mondta nekem, ezt meg ezt, és leírta, hogy miket kell kérdeznem. És akkor én mondtam, hogy ezt nem gondolja komolyan, dehogy nem, ezt kell kérdezni. Hát mondom, jó. Az a mikrofon elvány szerep? Igen. Na várjál, és akkor az történt, hogy mikor ott voltunk, akkor hallom, hogy Vajek Jutka van itt, a titkárság. Na mire ránk került a sor, kijött a miniszterelnök, tisztelettel köszöntöttem, és mondtam a következőt. Ja, én még egyszer telefonáltam a Jóskának, hogy tényleg akarja, hogy ezt kérdezem? Megmondtam, és letette a telefont. Én megmondtam a miniszterelnöknek, hogy miniszterelnök úr, nekem a mai főnök, szerkesztő, montásszerkesztő azt mondta, ezt kérdezzem öntől. Megmondom őszintén, nekem ehhez nincs kedvem. Azt mondja magának, igaza van, hát én magát úgy ismerem, mint egy szuverén nőt. Kérdezzen, amit akar. De mondom, volna még egy kérésem. Micsoda? Hát ne tessék olyan hosszan beszélni, válaszolni, mert akkor ki kell össze-vissza vágdosni az anyagot, és az nem lesz jó. Azért még hosszan beszélek, mondom, elnézést, igen, és ez híradó. És erre van körülbelül 2,5 perc adásidőnk. Megtette. Miután kiléptél, nézted a híradót? Persze, hát hogy ne néztem volna, de ma már nem nézem. Ma, de nem volt benne semmi? Ma elmondjam, hogy melyik híradót nézem, nem mondjam, hát, mert az a reklám helyen is kivágjátok, nem. De hát csak először az, hogy tehát miután kiléptél, ugye 91-ben
ez az ominózus, ugye 8 perc alatt, miután megvágták a riportodat. Mennyire készültél 4 percről 35 másodpercre. Ezt köszönöm. És akkor annyi volt az indoklás, hogy csak erre te fogtad magad, elmentél az intendáshoz, és akkor felmondtál. Nem az, hát persze. Itt az volt, hogy az intendánsnál voltak, és akkor én mondtam a titkárnénak, aki azt mondta, hogy most nem lehet zavarni, mondom, nézze, egy autogram kell. És bementem, és azt mondta, hogy meggondoltam, mondom, rettentő módon, visszavonhatatlan. Ez egyáltalán nem fájt neked, hogy ilyen gyorsan elengedtek ennyi idő után? Boldog voltam. Hát én ilyen híradóban nem... Felszabadultál? Fel. Abszolút. Az én felszabadulási ünnepem. De ha előtte is ilyen gondok voltak, hogy nem kérdezhetsz, megszabják, akkor miért maradtál mégis, még előtte? Nagyon rövid ideig. De én azzal nem értettem egyet a kollégám, a Bánóékkal, hogy ők, egyenleg, igen. Ők elmentek, érted? Én azt mondtam, hogy nem inkább a Pálfigének kellene elmenni, és nektek maradni? Igen, ugye 90-ben, amikor ugye Acélt is leváltottak, akkor Rangos és hasonlók, ugye lemondtak. A legjobbak. És te maradtál. De nagyon rövid ideig, hála az Istennek. Nem, nézd, én elsősorban az Árpi miatt maradtam, ezt meg kell, hogy mondjam. Ő ezt tudja, mert az Árpi imádta, amit csinál, és én mikor én megbeszéltem ezt a jogásszal, akivel életemben akkor először és utoljára találkoztam, azt sem tudtam, hogy kicsoda, hogy ő mondta, hogy főmunkatárs maga nyugodtan mehet, és akkor még az se érdekelt, hogy én főmunkatárs voltam, de komolyan. És akkor tudtam, hogy az Árpi, aki egy remek operatőr, és én nagyon sokkal is tartozom neki, mind a mai napig. Tudtam, hogy őnek ez egy nagy fájdalom. Hát őt nem érte az a sok sérelem, csak általam, amikor én elmondtam neki, amit elmondtam. De előre nem szóltál neki, hogy felmondasz. És akkor szóltam, hogy Árpika telefon, én elmegyek innen, én befejeztem. Hát gondold el, hogy érte. És mondom, de te maradhatsz, Árpi, mert nyugodtan vannak itten emberek, akikkel dolgoznak. Aztán két nap gondolkodást kérek, és két nap után azt mondta, hogy veled megyek. Szegény, ő nagyobb árat fizetett, szóval ő nála nem volt az a nagy boldogság, ami nálam. De hogy tudtál mondjuk ettől az egész életformától elszakadni ilyen hirtelen? Például az újságírás, tudom, hogy akkor sem volt cenzúramentes az újságírás, de a sorok között olvasás az azért megvolt. Nem gondoltál arra, hogy mondjuk újságírónak állj? Nem. Én televíziós voltam, tehát a televíziós újságíró, akkor most mondjuk így, de még az se. Én vállalom, én riporter voltam, és szerintem úgy fogok meghalni, hogy én arra büszke vagyok, hogy riporter voltam, hát hogy szerkesztő is, hát persze, hát a szerkesztő-riporter az tulajdonképpen majd, hogy nem ugyanaz. És utána pedig jött a Divat Stúdió. Igen. Ez egy új szerelem volt, vagy igen, egy elfoglaltság inkább? Nem, szerelem. Én nem tudok, szóval én nem tudtam az életemben olyat csinálni, amit nem szerettem. És mikor tudtam azt, hogy én sokszor csináltunk riportot külföldön is divatbemutatókról, és mindig szerettem a divatot, no hát nem voltam én egy ilyen, hogy mondjam, divatbaba, de az az igazság, hogy szóval szeretek valami újat megtanulni, ha már az élet úgy hozza. Nagyon szerettem. Először úgy néztek én rám a butik, meg még a nagy kereskedők, meg akik, hogy mit keres ez a nagyszájú nő itt, szó szerint. És amikor bebizonyítottam, hogy ez a nagyszájú nő boldogan vállalja azt, hogy valami jó a stúdió nevét, a V-jét, mert én valami jót szeretnék. És meg is valósítottam most minden beképzeltség nélkül, mert amikor a Nárai Tamással csináltuk a divatbemutatókat, és tényleg sikeres volt, és imádtam vásárolni a szép dolgokat, és a pult mögött is jól éreztem magam, tehát semmiféle olyan érzésem nem volt, hogy én valami alantast, sőt, a vevőket úgy próbáltuk, és nagyon jó gárdát sikerült összehozni, nagyon, mai napig is egymást szeretettel üdvözöljük. Tehát jó volt, jó életünk volt. Hát arról már nem beszélve, hogy hát ugye a televízió fizetéséhez képest azért mégiscsak jobban tudtam a saját vállalkozásomban egy kis pénzhez jutni. Igen. Persze. Megtanultam. Nem, hogy mondjam, ilyen, tudod, szóval ilyen, hogy minden áron, hanem az jött magától. Jött magától, és beletanultam szívesen,
csináltam boldogan. Mondjuk, hogyha választhatnál egy témát, hogyha ma lennél riporter, akkor milyen témát mutatnál be, miről csinálnál riportot? Hoppá. Na most a mai közéletről, arról biztos, de nagyon őszintén, mert vannak elfogadható dolgok, és vannak nagyon rossz dolgok. Én a nagyon rosszak közé sorolom a gyűlölködést. Ez nagyon rossz, hogy egy országot ketté választani, ketté szakítani, hogy családok egymással veszekednek, hogy ki melyik pártba. Ezt nagyon-nagyon nem szeretem, és nagyon-nagyon szeretném, ha ez így nem folytatódna, mert a gyűlöletnél szerintem nincs rosszabb. Az a legborzasztóbb az ember életében. Tehát a párbeszédet romoltálnál inkább. Hát valahogy így. Valahogy így. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és önöknek is a figyelmet. Nézzetek minket legközelebb is. Viszlát!